Piroska segítségével Usman talált magának munkát. Néhány hónappal később a pár végre összeházasodhat. Piroska mindig úgy képzelte, hogy ez lesz élete legboldogabb napja. De csalódnia kell, mert a két tanújukon kívül senki sem jött el az esküvőjükre. Üdvözlöm Önöket! Elkezdjük a szertartást. Kérem a tanúkat, hogy álljanak fel, Ön pedig kérem, hogy mondja utánam. Én Usman Halile. Én Usman Halile. Ünnepélyesen kijelentem. Ünnepélyesen kijelentem. Hogy az itt megjelent. Hogy az itt megjelent. Kovai Piroskát. A Kovai Piroskát. Feleségül fogadom. Feleségül fogadom. És mindent megteszek annak érdekében. És mindent megteszek annak érdekében. Hogy házasságunk boldog. Hogy házasságunk boldog. És kitartó legyen. És kitartó legyen. Most pedig kérem Önt, hogy ismételje. Én Kovai Piroska. Én Kovai Piroska. Ünnepélyesen kijelentem. Ünnepélyesen kijelentem. Hogy az itt megjelent Usman Halilét. Hogy az itt megjelent Usman Halilét. Férjemül fogadom. Férjemül fogadom. És mindent megteszek annak érdekében. És mindent megteszek annak érdekében. Hogy házasságunk boldog és kitartó legyen. Hogy házasságunk boldog és kitartó legyen. A ráruházott jogomnál fogva a tanok jelenlétében Önöket házastársakká nyilvánítom. Kérem, húzzák fel a gyűrűiket. Kérem, hogy csókolják meg egymást. Továbbá kérném a tanúkat, hogy fáradjanak ide. És itt tudják szívesen. Kibéreltem egy étterem nagy termét, és előre fizettem 30 főre. De mindenki elfordult tőlem. De Usman ott volt végig mellettem, és erőt adott. És még így is én voltam a legboldogabb ezen a napon.